Sziasztok, GameStar nézők, itt velünk Kaci. Sziasztok! És ez pedig itt a For Honor. Igen, egész pontosan. Már most a 2 nappal vagyunk a megjelenés után, úgyhogy már kicsit próbálgattuk a játékot, meg ugye bétázgattunk is. Szerettük volna korábban kirakni ezt a felvételt, de nem sikerült mindent azonnal megoldani. Valószínűleg sokan belefutottak abban mi is, hogy a NAT type-juk az nem volt megfelelő ahhoz, hogy szerver találjon. Ez ugye a különböző router beállításoktól függ, letilthatják a gépeden lévő programok és a többi és a többi. Ez főleg a kollégistáknak probléma egyébként, ott náluk a legtöbb ilyen peer-to-peer kapcsolat le van tiltva a hálózati szinten, úgyhogy ők nem nagyon tudnak ilyen játékokkal játszani, ha csak ki nem könyörgik a rendszergazdától. Mi is szenvedtük vele egy kicsit, hogy megoldjuk, de végre itt vagyunk. De legalább ugye pozitív, hogy legalább megtanultam a routeremet beállítani. Gyakorlatilag másfél éve, amióta ez a net kapcsolatom van, egyszerűen kellett megnyitnom a routernek a beállításait, minden PlayStation, meg minden PC-s játék, még a többi Ubisoft játék is megy, tehát ez nagyon fura volt, de egy tippet mondanánk, az UPnP. UPnP, igen. Azt lehet, hogy érdemes bekapcsolni a... Nem biztos, mert ugye annyi mindent állítottunk, hogy már nem tudjuk, mitől javult meg. De talán ettől. Na jó van, akkor kellemes a dolgokkal foglalkozunk, és nézzük inkább a játékot. Igen, ugye itt vagyunk a multiplayer menüben, ahol már zajlik is a frakciók háborúja. Ahogy látjátok, a kör alakú ikonomból én a viking frakciót választottam. Ettől függetlenül egy szamurájjal játszom, de kör alakú ikont szerettem volna, mert nagyon megtetszett ez a dizájn, úgyhogy ezért választottam a vikinget. De ahogy látjátok, a szamurájok már nagyon előre is nyomultak. Itt ugye ti tudjátok befolyásolni, hogy hogyan alakuljanak a harcok, le tudtok ide osztani különböző kis pontokat, és azt szerint védhettek, vagy támadhattok meg területeket. Erről van egy rövid videó a játékban, de aki szeretné beleásni magát, az a Redditen érdemes szerintem a frakcióhoz tartozó kis subredditet megnézni. Van For Honor Vikings, For Honor Samurai és For Honor Knights. És akkor ott egyrészt le van írva, hogy ez pontosan hogyan működik, másrészt pedig itt van egy, hát nevezzük mondjuk tábornoknak, aki elmondja, hogy hogyan célszerű leosztani ezeket a kis megszerzett pontjaitokat. Ugye ha ti manuálisan nem mondjátok meg, hogy a ti katonáitok melyik területre menjenek támadni vagy védeni, akkor így egyenlően osztja szét a területek közt. Itt viszont megmondja valaki, aki megpróbálja összefogni az egész közösséget, hogy hova is érdemes lerakni, és akkor ezzel így bele tudtok szólni ti is a háborúba jobban. És akkor reméljük, hogy az előbb villámgyorsan találtunk egy meccset. Na, meg is van. Sikerült is. Jó, a katedrálisban. Ez egyébként egy pont olyan pálya, amit én szeretek. Ugye kétféleképpen lehet megölni valakit, vagy úgy, hogy leviszed a HP-ját nullára, vagy úgy, hogy lelököd a pályáról, belelököd valami tüskébe, és a többi, és a többi. Én az utóbbit nem nagyon szeretem, és ez a katedrális épp egy olyan pálya, ahol nagyon nehéz lelökni. Sőt, igazából nem is nagyon lehet lelökni embereket, ami most különösen jó nekünk, mert egy Warlord ellen játszunk. Ez egy ilyen pajzsos, nagyon defenzív viking karakter, akivel elég nehéz dolgunk van. Ráadásul ilyen elég masszív, úgyhogy őt nehéz lökdösni, ő viszont nagyon durván meg tud lökni minket. Úgyhogy tényleg 5 méter állunk a szakadéktól, akkor is, ha jól eltalál, akkor le tud minket taszajtani, amivel azonnal elveszítjük a kört. Úgyhogy örülök, hogy a katedrálist kaptuk. És egyébként, hogyha így egymás után pörgetitek a köröket, akkor tudtok szavazni arról, hogy melyik pályát szeretnétek. És ezt nagyon kevesen használják ezt a funkciót, úgyhogy érdemes megszavazni olyan pályákat, amik nektek kedveznek. Hogyha nem akartok lökdösődést, akkor olyan pályákat, ha meg inkább azt a harcmodort preferáljátok, akkor azokat. Ugye, amikor PC-s gameplayt rögzítünk, akkor mindig felmerül, milyen a számítógép. Ezt most elmondom, meg az úgy sér rá. A videókártya azért 1070-es Gigabyte kártya, a i7-es processzorom lenne egy 4660-as, tehát az nem a legújabb generációs, és 16 GB RAM. Úgyhogy, és útra lőtte be magát a játékunk, elindultuk, mindent felrakott maxra. Úgyhogy ezt úgy gondolta, hogy ezt így kell egy fusson, és hát úgy látjuk, hogy ez bírja is nagyjából. Mi a motion blur-t levettük, mert egyetetettünk abban, hogy nem szeretjük, hogyha szanaszét motion blur-öz a képet, és akkor pont ez a tűélesség, amit szeretünk PC-n, az nem látszik pont. Igen, egyébként tök jól optimalizált a játék, szóval nálam otthon ennél jóval gyengébb már épp hogy középkategóriás PC-n is, hopp, és pont azt mondtam, hogy itt nem lehet lelökni, de közben lelöktek, szóval, vagy középkategóriás PC-n is médiumra húzva simán fut fix 60 FPS-sel, úgyhogy ilyen szinten úgy gondolom, hogy abszolút le a kalappal a Ubisoft előtt, mert ahhoz képest, hogy mennyire optimalizálatlanul jött ki néhány játék az elmúlt időben, itt most a Forerunner esetén azért összekapták magukat. Ja, tényleg a múltkor megkaptam Violence-ból, hogy miért vészinkkel játszom, hogy ugye hogy így nem lehet látni, hogy bír a videókártyát, sajnálom, most megint vészinkkel játszunk, de hát nem tudom, én imádom ezt a fix 60-at és screen tearing nélkül. Tehát jó, tudom, hogy melléteznek a monitorok, amikhez nem kell a vészinket bekapcsolni, hogy legyen screen tearing, mert ugye a NVIDIA, vagy hogy hívják ezt a G-Sync, meg a... Részünknek az embernek. Igen, igen. Na mindegy, most ebben nem menjünk bele, nézzük a játékot. Igen, az ugye pont egy olyan matchup, ahol nincs könnyű dolga az Orochinak, mert tényleg egy elég defenzív pajzsos karakter, akit viszonylag nehéz átütni. De úgy látom, hogy már csak egy ütés kell most. Igen, ha minden jól megy, akkor ebben meg is hal. Király. Ugye best of five-ok az alap duelek, úgyhogy hármat kell majd nyernünk itt a Viking fiatalember ellen. De remélhetőleg össze is jön. Nem akarok rögtön az első videóban leégni. Nekem egyébként nagyon tetszik ez a karakter, az Orochi. Már a bétákban is ezt játszottam. Úgyhogy ő ilyen, hát viszonylag gyors. Nyilván kevesebb a HP-ja, mint a legtöbb karakternek. De elég jól lehet vele agresszíven is játszani, meg ezt az ellentámadósat is játszani, hogy kiváljuk, hogy az ellenfél hibázzon. Most egy kicsit úgy tűnik, hogy felénk kerekedik. Ó, szép, van a végre. Hát igen, itt bármikor meg lehet fordítani egy meccset. Még talán innen is, remélhetőleg. Igazából, ha egy jó kombóval el tudjuk kapni, akkor bármi megtörténhet. Oké, most kell ügyesen. Úgyhogy reméljük, hogy hibázik egyet. Ezzel a rengeteg jobbra-balra dasheléssel próbálom meg egy kicsit összezavarni. Nem ismerek zavarni. Ajaj. Még jók vagyunk. Ez az. Hú. Ez szoros volt. Nem ismertem megszólalni közben. Azt akartam még mondani, hogy ez egy kicsit furcsa derengés néha, az ugye az, hogy gyakorlatilag tökéletesen a játék, amikor egy fal eltakarna a kamerát, akkor ugye átlátunk rajta. Ez néha furán néz ki, viszont amikor sok minden átlát, akkor látszunk ilyen rétegeket. Igen, igen. Én bazsajok kicsit, de igazából ez kell ahhoz, hogy ez tökéletesen érezhető legyen, és ne az nagyon anyázunk itt, amikor nem látunk. Úgyhogy ezt jól megoldották. Igen, a szerencsére jól. Jó, meg van csinálva, néha tényleg egy kicsit furcsa, de ez van. Úgyhogy megpróbálok nem leesni megint. Jaj. Mint az előbb. Egyébként látszik az, hogy ez a srác, ez tényleg nagyon sokszor csinál előgdösést, tehát igazából ha olyan pálya lenne, ami ennél könnyebben lelökhető, és akkor... Hoppá. De hát ezt most egy kicsit Hát igen, nem adja könnyen magát, nem szóltunk neki, hogy videózunk és hagyjon nyerni. Igen, beírjam. Please, stream, Hungarian stream, very famous. Please. Suicide. Igen, nem bánnám, ha leugranom. Na itt talán... Itt vannak ilyen gejzírek, amik feltörnek, ezeket sebeznek, amikor így feltörnek, úgyhogy megpróbálok majd nem benne maradni. Ez jó. Ezt még 4-szer megcsinálom. Úgy tűnik, hogy hála Istennek ezeket a guardbreak-eket nem tudja nagyon jól counterölni. Ezekkel egyébként változtattak a bétákhoz képest, ami egy kicsit furcsa. Na menjünk innen, Ja jó, itt nincs szakadék. Ez az. És meg is vagyunk. Hú, nagyon megijedtem, hogy itt nem egy fal van, hanem egy szakadék, már annyira megindult a csávó. Igen, hál' Istennek. A csarokba szorulni se nagyon jó, de még mindig jobb, mint leesni. Szóval, hogy ezeket ugye, ezt a guard break-et lehet counterölni, de megváltoztatták a béták óta, kicsit máshogy kell, kevesebb frame van rá, illetve eddig lehetett spamelni a gombot, és akkor akkor úgy tudtad counterölni, most már ha többször nyomod meg, akkor az nem működik. Szóval ilyen szempontból kicsit nehezebb lett, és nyilván erre rá is lehet játszani. Na, itt van, amit mondtam, most kilépett az ellenfelünk, úgyhogy nem fog elindulni a következő kör, de itt a körök közt itt tudtok szavazni pályákra, és mint mondtam, a katedrális az egy elég jó, ahol viszonylag ritkán tudnak lelökni, illetve itt tudjátok ezeket a war asseteket, a kis katonáitokat berakni, és el tudjuk dönteni, hogy támadni vagy védekezni akarunk-e. Itt látjátok a százalékos arányokat, hogy amikor a körnek vége lesz, az ott a jobb felső sarokban látszik, hogy 1 óra 20 perc múlva fog bekövetkezni, akkor az adott területet ki hogyan fogja elfoglalni. Most jelenleg itt a vikingek vezetnek minden területen, ami azt jelenti, hogy vissza fogjuk foglalni ezeket a területeket, de mondjuk, hogy én ide fogom leosztani, hogy ide támadjanak kis katonáim, és akkor az én pontszámom oda számít bele, ha ezt nem osztottam volna le, akkor mondjuk a 10 pontomat, amit most fixen ide raktam, azt így szétosztotta volna random. Jó, szerintem ebben a részben még nyomjuk még egy duelt, mit szólsz? Jó, abszolút benne vagyok, ugye és most akkor kilépett az ellenfelünk, úgyhogy nekünk is ki kell lépni, és akkor keresünk egy új ellenfelet. Igen, szemfülösebbek már észrevették, meg talán bele is halcik néha kattogás, hogy kontrollra játszunk. Ugye látjátok, a kezelőszervek, illetve gombok is megváltoztak a képernyőn. Hát még mindig vannak a mai napig egyébként olyanok, akik teljesen azt mondják, hogy még ilyen játékot játszanak, mert a billentyűzet. Én ezen nem értek egyet, többször mondtam, én imádom a billentyűzetet is, tehát nyilván Rainbow Six Siege-ezni billentyűzettel fog, meg egérrel, de egy TPS-t, egy ilyet, ez abszolút inkább ilyen kontroller, nem? Igen, na én is ugye a PC-n játszom otthon, de nekem is abszolút egyértelmű volt, hogy ezt a játékot kontrollerrel fogom játszani, nekem egyszerűen jobban kézre áll, vannak, akik egérbillentyűzettel tolják, és egyébként nagyon ügyesek, sokan panaszkodnak arra, hogy ezzel az ugye úgy működik, hogy hova tartod a kardot, hogy a joystickot balra, jobbra vagy fölfelé húzod. Ezt ugyanúgy meg tudod csinálni az egérrel is, csak ott kicsit az érzékenység miatt máshogy működik, nem húzza vissza ugye automatikusan középre, mint mondjuk a kontrollernek a joystickja. Úgyhogy én így szeretem, vannak, akik úgy játszanak, sokan panaszkodnak, vagy hát nem olyan sokan, de akik nagyon durván kompetitíven akarják nyomni ezt a játékot, ők talán arra panaszkodnak, hogy a már említett guard break, hogy counteröld, ahhoz nagyon gyorsan meg kell nyomni egy gombot, és ez PC-n egy teljesen különálló gomb, amin rajta tudod tartani a kezed, azt mondom, hogy a control. Kontrolleren viszont ugye a nagy ujjaddal kell megnyomnod valamelyik gombot a kontrolleren, amivel egyébként a joystickot piszkálod, szóval itt nehezebb átnyúlni, és páran már éppen ezért vettek Elite Controllert, amin van extra gomb. Meglátjuk, hogy ez hova fajul. Nem nagyon engedi a Ubisoft, hogy átállítsd a controller bindokat a konzolon. Úgyhogy emiatt már van egy kis hiszti, de engedjük meg Kacinak, hogy egy picit ne beszéljen. Mert... Igen, bocsánat, próbálok koncentrálni, mert szerencsére a Warlord után ez a Warden, ez a második legrosszabb setup gyakorlatilag, vagy hát ellenfél az Orochinak. Az Orochi szeret fölülről támadni, hogyha fölülről ütök light-ot, akkor az ilyen duplán beüt, meg a heavy-at, akkor is fölülről a legjobb. És a Warden, ez a lovag, aki ellenünk van, neki van egy ilyen speciális képessége, hogyha ő felül üt, akkor az övé az erősebb, és az övé gyakorlatilag kivédi a miénket. Még azt akartam kérdezni, hogy itt két meccsben is nagyon gyorsan átnyomtad azt, amikor ugye ott tudtál volna harcos választani, nem? Igen, igen, arra majd visszatérünk szerintem a következő videóban. Jó. Megbeszéljük, hogy mik vannak. Még hát játszogattam néhánnyal, az újakat még nem nagyon próbáltam, megmondom őszintén, ugye a bétában a 12-ből még csak 9 volt, ezt már nem blokkoltuk ki. Bétában a 12-ből még csak 9 volt játszható. És az újakat még nem nagyon próbáltam, ellenem már játszott mindegyik. Ő most mit csinál? Ő most spameli az egyik emotot. T-bagen nem lehet ebben a játékban, igen, de van azért mód arra, hogy felbosszantsuk az ellenfelet, ő most ezzel próbálkozik. Igen. Figyelj, is beszéljen, mert egyértelműen látszik az a tendencia, hogy ha sokat beszélsz, akkor meghalsz. Hát igyekszem azért figyelni a játékra, de nyilván nem könnyű. Ez ugye alapvetően nem egy sima hack and slash, hanem nagyon kemény verekedős játék alapok vannak alatta, kombók, néhány frame alatt beüthető támadások. Te látsz ebben potenciált arra, vagy ez még nagyon korai kérdés, hogy ebből lesz valamilyen esetleg felkapott a versport akár, hogy ilyen hatalmas bajnokságon, ahol nem tudom, Street Fightereznek, ugye vannak ilyenek, ott el tudod képzelni, hogy forrunnerezzenek, vagy ezt nem tudod elképzelni? Én úgy gondolom, hogy abszolút van ebben potenciál. Most ugye egyelőre még ilyen rangsorolt játékmód sincs, de azt ígérik, hogy viszonylag hamar be fogják rakni. Én nagyon bízom benne, hogy ennek lesz egy ilyen erős kompetitív szénája, amiből el tud indulni majd az egész e-sporttá válás. A játékban mindenképp megvan a potenciál, a játékosokban is én látok hajlandóságot erre. Úgyhogy én drukkolok a Forerunnernek. Mindazonáltal, hogy nem tudom, az ikonját látod a fiatal embernek. Nem volt túl szalonképes, maradjunk ennyiben. Igen. Látszik is rajta ezzel a femelgetésen is, hogy hát igen, ő egy ilyen, hát nem egy életjátékos. Nem Kis Dani a neve, nézzük már meg. Mindazonáltal a Warden továbbra se egy... Fura ez, mert ugye iszonyatosan gyorsan üt ahhoz képest, igen, hogy mekkora ugye kardja van, ami azt gondolom az ember, hogy tök lassan lehet csak lóbálni. Megpróbálom még innen visszahozni, nem ígérek semmit. Jó, most ne beszélj. Hú! Na, és azt akartam mondani, hogy csak nem akartam, mert ha ezt kimondtam volna, tudod, hogy meghalunk, hogy azért szerették nyerni ezen az ember ellen, mert mert így szemétkedik, és ezt gyűlölöm. Gyűlölöm, lehet, hogy már öregszem, de én nem bírom ezt a tíbegelést, meg a nem tudom. Abszolút nem. Úgyhogy itt most nyertünk, és nem is tudom, hogy hol tudjuk azt megcsinálni. Egy pillanatra idehajolok. Nem tudom. Szóval riportolni akartam az emblémája miatt, ami nem feltétlen szalonképes, de most megúsztam, mert hogy így nem fogom megtalálni. Jó, gyorsan lediployolom ezt a warsetet, és akkor erre a részre szerintem ennyi. Így van, holnap is jövünk, és akkor pedig kipróbáljuk a Domination nevű játékmódot. Ugye ezt már érintettük, volt egy beta videónk, abban is érintettük, de most akkor megnézzük, hogy milyen a full. Meg ott azért több ember rohangál, úgyhogy nézzük meg, hogy bírja a jó kis PC is, úgyhogy találkozunk holnap. Sziasztok! Sziasztok!